Nincs megállás a Budapest Bárházatáján, hétvégén még Szőlőtéren zenéltek, most pedig itt a Vajdahunyadvár lávánál koncerteznek, itt is van velem Farkas Robert és Mezőmési, sziasztok. Sziasztok! Hát az ember, ha megnézi tényleg így a naptáratokat, akkor az ország minden pontján szinte minden nap zenéltek. Hogy bírjátok a tempót, milyen az idei nyár? Hát azt el kell mondanom, hogy Robi áll inkább többet színpadon, ugyanis mi énekesek így felváltva vagyunk, hát... Nagyon komoly akkumulátor van. Az énekesek tudnak pihenni, de tényleg egyébként én sem merem megnézni néha a naptárt, mert nagyon sok koncert van, és tényleg különböző helyszínek, megyünk az ország területén mindenhova, szóval nem sokára Ördögkatlan lesz a következő helyszín, és még a héten még mindig lesznek, ugye nem maradnak abba a koncertek, úgyhogy nincs pihenés, de én ezt nem is bánom, hisz a nyár az pont erről szól, hogy muzsikáljunk, muzsikálni nagyon jó, koncertezni nagyon jó. Lemes csinálni nagyon jó. Igen, azt is, de az jó, mert az a stúdióban van az ember, és akkor hűsebb, az kellemesebb. Tehát ugye tavaly jött ki a 10. vagy a 10 éves jubileumra a Budapest című albumotok, most ezt úgy megpedzegettétek, hogy lemes csinálni nagyon jó, lehet, hogy csináltuk egy újabb lemezt? Persze, ősszel készülünk. Ez a terv, tavaszra szeretnénk, és méghozzá egy ilyen nagyon vidám, igazi nyári, kicsit balatonos albumot szeretnénk készíteni, és természetesen ezen az albumon is lesznek régi és új számok, ugyanazt a hagyományt, most már mondhatom, hagyománynak folytatjuk, mint az előző albumokon, hogy a régit az újjal ötvözzük is, és ez működik. És hát ami még jobban működik, én azt vettem észre, hogy a Budapest című lemezünkön már nem is tudom hány saját dala van a Budapest bárnak. Legalább 7-8, úgyhogy ez bevált, nagyon szeretik az emberek a koncerten, úgyhogy szerintem a Balatonra is valahogy hasonlóképpen fogunk készülni saját dalokkal. És ma is itt vagyunk ugye Budapesten, több Budapest albumról való dalt fogtok a mai napon eljátszani a közönségnek? Mivel ez a friss albumunk, így természetesen, hisz az a közönségünk persze szereti nagyon a régi megszokott dalokat, de azért mindig várt tőlünk valami újdonságot, és hoztuk természetesen, és a budapestes dal ma este is nagyon sok lesz. Azt gondolom, hogy nem mondok azzal nagy okosságot, hogy minden koncert más, ha csak a helyszíneket is nézzük, de állatkertbe zenélni. Jó dolog. Nem, hát nagyon jó. Én is meglepődtem, amikor Gáncs Andra, a Budapest bár menedzsere, egyben a Robi neje fölhívott, hogy a állatkertbe kellene zenén, és azt mondtam, hogy hol ott a gorilla mellett bent, de nem, hihetetlen jó hangulata van egyébként. És ugye nemrég tartottátok a Nagy Budapest Parkos koncertet is július elején, és mai napig még azért a Facebookon látni posztokat, mert azt gondolom, hogy biztos, hogy büszkék vagytok erre a koncertre. Hogy éltétek meg, és miért volt számotokra feledhetetlen a Budapest Parkos nagy koncert? Mindig egy különleges élmény a parkba játszani, hisz a legnagyobb közönségünkkel ott találkozunk. Azt hiszem most is ilyen 5000 körül volt a nézőszám, és az nagyon soknak számít, mi ilyen 1000 körül, 1500-tel nagyon jól el vagyunk, és nagyon fura érzés, amikor ilyen nagy közönség előtt kell játszani, de olyan jó hangulat van, és amikor kicsit sötétedik be, akkor annyira önfelett a muzsikálás, és látjuk, hogy a közönség hogy élvezi, és azért az ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy ezek a dalok régen kávéházba szóltak, egyáltalán nem volt ez a fajta őrület, sőt, itt szürcsölték a kis kávéjukat, még mellé beszélgettek is, és hogy mennyire meg tudtuk ezt a hagyományt változtatni, most már a fiatalok is úgymond erre tombolnak, ha van rá lehetőségük. Bocsánat, arról meg nem beszélve, hogy a Budapest Park az egyetlen egy olyan Budapest bár koncert, ahol mind a 11 énekes jelen van, úgyhogy az... 12? Vagy most már 12, bocsánat, mert Tóth Vera is csatlakozott, hála Isten a csapathoz, úgyhogy 12-en állunk színpadra, ez nekünk is egy különleges alkalom, úgyhogy nagyon várjuk minden évbe, úgyhogy már jövőre is be van vésve mindenkinek a naptárjába. Hát uraim, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nektek viszont egy nagyon jó bulit kívánok ma estére. Köszönjük szépen. Velem úgy látszik, a kerék itt megállt, vagy nem találtam én még soha jó rév kapitányt. De a bánatot én mindig kifogom. Én a bánatot csak mindig kifogom, mindig kifogom én, mindig kifogom.
rossz poronga léptem, hol nincs kacagás, nem jön se más, csak mindig a pofon. Én a szerencsével nem barátkozom, és a boldogsággal nem találkozom, és egy szerelmet, ha végig harcolok, már úgy indulok el, hogy a vesztes maradok. Azzal bíztatnak, hogy forgandó a sors, egyszer jön a rossz, de aztán jön a jó. Azzal bíztatnak, hogy tájfurok után egyszer ébel a hányódó hajó. Velem úgy látszik, a kerék itt megáll, vagy nem találtam én még soha jó rév kapitán. De a bánatot én mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.